És akkor egy lestján. Lestján, tessék, választani. És a hátsó az nagyon jó. Jó, rendben. A szervezők elsődleges céljai között szerepelt a helyi gazdaság erősítése és helyi termelők támogatása. A piac gondolata az nem az én érdemem, ez mögött egy közösség áll. Néhány évvel, pontosan 3 évvel ezelőtt Kovács Vendel fejéből pattant ki ez az ötlet, hogy egy ökoközösséget hozzunk létre Bonyhádon. Hozzá kapcsolódott az akkori a Covid alatt létrejött egy online zöld piac nevezetű oldal itt Bonyhádon, aminek a vezetője, admina kapcsolódott ehhez a projekthez, és ők ketten a környezetükből hívtak maguk köré még embereket, és ehhez tudtam én is kapcsolódni. Akkor az volt a cél, hogy tegyünk valamit a közösségért, hogy minél zöldebbek lehessünk, és hogy egy ilyen úgynevezett rövid ellátási láncot hogyan tudunk létrehozni. A közösséget jelenleg 20-22 termelői bázis jelenti. Szeretnénk ezt fenntartani, megtartani, ami van jelenleg, és felkutatni további termelőket, akiket tudunk támogatni. Amellett, hogy Bonyhád 40 km-es körzetéből várjuk a termelőket, van egy ilyen belső minőségbiztosítási rendszerünk. Azokat támogatjuk elsősorban, akik minél kisebbben gazdálkodnak, és minél szelídebb módon, minél jobban támogatva a környezetet, vegyszermentesen, vagy a lehető legkevesebb vegyszert felhasználva. Idei évtől már kézműves termékek is megtalálhatóak a kínálatban. Fontos számunkra az is, hogy elégedettek legyenek azok a termelők, akik nálunk vannak, és akikkel együtt dolgozunk. Endrődi Tibor 11 éve ellenőrzött biogazdálkodó. A mejtől kezdve az almáig bezárólag minden gyümölcs biotermelésben van, és a feldolgozott termékek is szintén bióban. Tehát a hozzáadott anyag a tartósítószer nélküli, tehát olyan kezelése megy keresztül, ami minden ember számára egészséges, különösen kisgyerekeknek még. Endrődi Tibor elmondta, hogy 6 hektáron termesz gyümölcsöt, melynek javarésze a pécsi piacra megy, de Bonyhádon is nagy az igény a termékeire. 1,2 hektáron van fekete bárkánya, amiből készül az arónia. Ugye ennek is Ausztriára nyúlik vissza a története. Lengyelországba hoztam be a szaporítóanyagot, és hát a megyébe én voltam az első, aki ilyen gyógyhatású gyümölcsöt telepített. Téli időszakban havonta egyszer, tavasztól őszig pedig 2 hetente szervezik meg a piacot Bonyhádon.